Jó napot kívánok! Bevarhatom egy pillanat? A gyereket, hogy átküldeni a másik oldalra. Nyolc gyerek itt végig az enyém. Látom, ön értelmiségi ember. Nem, tanár vagyok. Á, nem, de az esti kívánság műsorban jöttünk. Annika, ne maradj le. Azért gondoltam, hogy önhöz fordulok pillanatokon belül, vége a felvonulásnak, és Horváth Pistát nem kért még senki. Gondolom, megérti, ez egy szerkesztett műsor. Dolgokat szeretem leginkább, görögös gyerekeimnek is mindig Iliászról, meg ezekről mesélek. Vagy mit kérnétek? Na gyerekek? Most az a probléma, hogy egy pillanatra, hát én most talán úgy, hogy jön a diákjainak az iskolába. Csak úgy nagy növésű. Az a helyzet, hogy a Horváth Pista hiányzik. Az gyerekek nem, ők le is fekszenek már akkor. Mit kérjünk gyerekek a nénitől? Mondjátok, Sisit vagy a Paffot? Paffot. De a kukori és a kotkoda is lehet. Azt mondják, a kicsi valahol nem... Gyerekek! Tanár úr! Az én kérdés, nézzük, igen. Az én kérdésemre, hogy mit kér az esti műsorban, azt mondaná, hogy Horváth Pistát szívesen. Azt nem, mert gyerekek miatt se nem akarom. Tulajdonképpen szép mesefilm, kukuri, kotkoda, én magam is rácsodálkozom. Tanárul, kérem, mondjuk mi értelmiségiek tartsunk össze, kérem, akkor... Tartsanak össze. Mit kér az esti kívánság műsorban? Kukurit és kotkodát, ha lehet. Nagyon keresünk valaki más, jó? Gyerekek, ezt nem. Szélát, gyerekek, nézzük.